Ki maga? Mit akar tőlem? Ki maga? Ez már nem állom. Mondja meg, hogy mit akar? Olaf nem enged el többé. Veled leszek a parízsi éjszaka. Szóval ez az Olaf, ha létezik egyáltalán. Na jó, köszönöm. Ez már tényleg sok, ha maga se hisz nekem. Én hiszek. Az apád a barátom volt, Isten nyugosztalja. És ha nem hinnék, akkor is segítenék. Szóval úgy értem, hogy ez az Olaf valószínűleg egy fantázia név, egy munkanév. Persze, ha nem zavar a kifejezés. De az is lehet, bár kicsi a valószínűsége, hogy a valóságban is így hívják. Ezeknél az embereknél, az aberrációból elkövetett bűncselekmények elkövetői esetében a valóság teljesen összemosódik a képzelettel. Mint például, amikor álmodunk, és nem érzékeljük, hogy az nem a valóság. Rettenetes állapot. De az aberrált elkövetők fantázia, vagyis álomvilágában az ő számukra az pont az ellenkezője. Biztonságban érzik magukat. Hatalmuk van, és szinte a legtöbb esetben nem is érzik a tetteiknek a súlyát. A borzalom örömmel tölti el őket, amit azon életükben ki is élnek. Úgymond kiváltják, visszájára fordítják a való életükben szerzett anomáliákat. Kisebbségérzés, anyakomplexus, nemi aberráció, stb. Folytassam. Ezt értem. Mert ezt érzem én is. Csak nekem, ami nem a valóság, az borzalom. Szóval, azt mondod, hogy 2 hete kezdődött. Igen. És azóta minden nap. Többször is. És már nem tudom, mikor álmomban és mikor a valóságban. Annyi volt a hívás, hogy már tényleg nem. Nézd, Miranda. Az ügyet mindenek előtt a telefonhívásokkal kell kezdenünk. De azt tudod, hogy én már nem vagyok az állományban. Tudom. De kihez fordulhattam volna? Kösz. Az apád miatt is. Nos, mindenek előtt tenned kell egy hivatalos följelentést, hogy azonosíthassuk az aklatót. Keresd meg Lantai századost, az életvédelmiseknél van. Vagy tudod mit? Most azonnal telefonálunk neki. És beugrunk hozzá. Pik-pak elintézzük ezt az Olaf barátunkat, és ráeresztünk a sitten a seggére valamilyen tagba szakadt pervers disznót. Még egyszer elnézést kérek, de ezt el kellett intéznem. El semmi. Szóval ajánlottak hozzám. Igen, a barátnőm, Alexa. Ő is paciens, vagy csak ismerős? Erre ne haragudjam, de nem tudok válaszolni az orvosi titoktartás miatt. Rendben, de ezzel már válaszolt is. Prosím, nézze, hogy Alexa a paciensem, vagy a barátnőm, azt abban, hogy ne válaszoltam, ön nem tudja megállapítani, és nincs is joga hozzá. Ezzel csak megerősítette, hogy a barátnőm a páciense. Kedves Miranda, most a saját problémai miatt jut, vagy a barátnő magánélete firtatja? Inkább a gyerekkoromról szeretne hallani. A szüleimről, az álmaimról. Ami fontosnak tart, azt engem is érdekel. Akkor az álmaimról. Legyen. Meséljen nekem arról az álmáról, ami leginkább szorongást okoz önnek. Hát, van az a pince. Tak. Meg a telefonhívások. Igen. És Alexa, a barátnőm is ott van a pincében. Elosó. De maga nem akar beszélni róla, mert a páciense.
különbséget kell tennie a valóság, az álom és a valóság elfedő képzelet között. Engem a probléma gyökere érdekel, és nem a barátnő vagy Olaf. Honnan tud Olafról? Én nem beszéltem róla. Még csak meg sem említettem. Honnan tud maga Olafról? Segíteni akarom, bízzon bennem, bízzon. Maga is benne van. Ki maga? Mit akar tőlem? Olaf nem csak a képzeletében létezik. Olaf már ott van mindenütt. Már Olafi vagy. Nem szabadulhatsz tőle. Olaf nem enged el többi. Veled lesz Nopolis éjszaka. Álmodban is.